tartozom egy vallomással, én már rettenetesen unom a saját téli ruháimat. Pont ezt beszéltük Demeter Richard stylisttal is, hogy hogyan lehetne rajtam segíteni, mert hogy ez a nagy hideg, meg az eső, meg a latyak az nem segít. De Richard, igen, mert el tudja nekünk mondani, hogy hogyan dobjuk fel a ruháinkat. És itt látunk is már különböző formákat, mintákat, színeket. Miket hoztál magaddal? Sziasztok! Hoztam pár saját tervezős ruhát. Igazából ezek egy picit extrémább darabok. Ezzel tudjuk színesíteni, feldobni a napi szettjeinket, a hétköznapi outfitjeinket. És igazából azt tanácsom, hogy egy outfitból érszed be. Ha extrémabb ruhább darabokat szeretnénk viselni, akkor csak is egy darabot viseljünk, a többi az valamilyen szinten finomítsa, buhítja azt a szettet. Ezért gondolom, hogy ha használunk is extrém ruhadarabokat, akkor az mindig meggondoltan és illeszkedjen a többi ruhához. Azt gondolkodom, hogy hogyan keltett fel a bátorságot valakiben, aki úgy kacérkodik a gondolattal, de még hogy így úgy nem tudja, hogy most extrém, mi nekem az extrém. A Krisztiánnak már színes zokni is néha extrém. Hát szerintem nagyon emberfüggő az, hogy kinek mi az extrém, és igazából azért mindig próbáljuk meg bátran öltözködni. Én szerintem, ha valami szabásába, vagy pedig mintába, vagy valami olyan különleges anyagot találunk, ami színessé tudja tenni a szettünket, az mindenféleképpen egy jót jelent. Például most az egyik modellen van egy érdekes. Igen. Állati jó ez a csíkos, nekem nagyon tetszik. De hogyha mondjuk te ruhádat nézzük, az is nézd meg, egy tök egyszerű fekete tett színében, igen, abszolút klasszikus, de ott vannak ezek a patentok, vagy mik ezek a szegecsek, amiktől meg ott az extrém is. Ránézel valamire, ami egy teljesen hétköznapi ruhadarab, és azt mondod, na erre most ezzel ezt csinálom, azt csinálom, és ettől extrém. Igen, én szeretem picit mindig feldobni, vagy kitűzőkkel, vagy szegecsekkel esetleg, vagy bármi mással, vagy egy bőrbetéttel feldobni az egyszerű ruhákat, mert szerintem az különlegessé teszi ezeket, és hát, hogy mondjam, egy picit extrémebb is öltözetünk. Mi lesz az idei trend, mondjuk, hogyha te már ezeket nyilván előre látod, mondjuk most kicsit szakadjunk le a férfiakról, beszéljünk a nőkről, mi vár ránk tavasszal, nyárra? Hát az idei trend a színek világában szerintem a piros és a lila, ami nagyon meghatározó lesz. Anyagok terén is szerintem a farmer, és ami egy tök új, az a latex hatású dolgok, meg a bőr. Szerintem a latex hatású anyagok nagyon-nagyon fognak dominálni most a idei trendekben. Tehát Krisztián egy valami visszafogott póló, és egy lila latex nadrág. De most az előbb azt mondod, hogy a nőkről beszélünk. Most akkor engedjük el a nőket, és Ricsi, beszéljünk egy kicsit a férfiakról. Náluk milyen extremitás van? Esetleg egy farmer? Az ocelot és a latex. Hát a férfiak annyira nem bátrabbak, mint a nők, vagyis személyes tapasztalataim szerint, és valamilyen szinten a férfiaknak is fel tudjuk dobni a ruhatárát, például egy opárt mintás kabát, amit ott láttunk esetleg, az mind a kettő egy férfi nadrág és egy férfi kabát, az szerintem egy elég extrém és különlegeszetet tudunk varázsolni magunknak. Kik érdeklődnek? Nagyon fiatalok, akik az ilyen extremitás felé is könnyedén elmennek? Tehát, hogy a 20-as éveikben járók, vagy akár a 30-as, 40-es korosztály is? De ez kortalan. Tényleg? Én úgy érzem, hogy kortalan. Én azt gondolom, hogy az én márkámat általában egy erős nő szoktam. Mindig azt mondom, az erős nőnek és az erős férfiaknak tervezek, és ők tudják viselni az én ruháimat főképp. Hát ugye, ott azért meg kell magyarázni, miért viselem, azt egy csomószor megkérdezik, igen. Vagy hát nem vagy ismerik megkérdezni. Vagy amikor már nem is szól magyarázatra, mert az van, hogy tényleg vannak, igen, olyan emberek, akik, igen, abszolút elviselik azt, hogy, igen, azt, hogy olyan szerelés van rajtuk. Egyébként mit látsz, hogyha Magyarországot így mondjuk végignézzük, akár a Deák teret, akkor most már azért bátrabbak az emberek? Vagy elmerünk indulni az ilyen extrém irányba? Mert még mindig nagyon sok, igen, a farmer, sportcipő, bőrcseki. Én is ide tartottam egyébként sokszor, de hogy szerinted elindultunk az úton? Szerintem mindenféleképpen elindultunk, de néha úgy érzem, hogy vagy nagyon-nagyon bátrak az emberek, és látunk nagyon. Ez már túl bátor. Igen, amikor mi is meglepődünk, hogy ezt nem kellett volna, vagy pedig egy teljesen basic, egy ilyen casual szetteket szoktunk általában látni, de azok is szerintem nagyszerűek, mikor egy teljesen egyszerű darabot feldobunk mondjuk egy ékszerrel, tehát az is öltöztet. Igazából egy öv és sál esetleg, úgyhogy mindegyik öltözteti az embert szerintem. Az előbb megütötte a fülemet ez a lila, de a lila az már 2 vagy 3 éve divatban van, nem? Vagy legalább 1 vagy 2 biztosan, mert emlékszem, hogy sok van belőle. Igen, azért minden évben megtalálható valamilyen szinten ez a szín, de most, ha jól tudom, akkor a ultraviola szín, ami nagyon, aha, nagyon dominál. De igazából a kifutókon a piros, meg a farmer anyag, igazából ezek, amik nagyon... Uh-huh. És a farmer szerinted akkor a klasszik kék farmer, vagy a farmerből is most már vannak ilyen színesebbek, akár a fehér, akár egy jó márvány koptatott? Szerintem a farmer bármelyik árnyalat a divat lesz most igazából.
a koptatott farmer is szerintem újból bejön a trendbe, és a sötét kép farmer, tehát ezek mind. És fazon tekintetében a skinny-től most már azért a tavalyi évben is úgy láttam, hogy igen, egyre inkább jön ez a boyfriend, meg mommy friend, meg mindenkinek az egyre bőven. Elég változatos igazából most már szerintem a trend. A trapéznadrág megint divat lesz, a skinny ugyanúgy divat, úgyhogy a boyfriend frazonok is visszajönnek, úgyhogy szerintem elég. Mindenki megtalálhatja magának valót. Igen. Hát Ricsi, köszönjük szépen a lányoknak, meg pláne. Én köszönöm szépen. Csak egy gyors kérdés, egy mondatos válasz, hogy ez nem csak a kinézeti, mert anyagában is ilyen extrém bemegy, tehát hogy mit azt mondod, hogy azok a latex-szerű. Tehát, hogy igen, tehát hogy az mind is anyagában is, igen, a textúrájában is, az is extrém, igen. Aha. Jó. Na, várom a napot, hogy itt ősz majd egy latexingbe. Köszönjük, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.